Az elemzőket is meglepte a defláció, a lakossági megtakarításokat is bevonnák az állami hitelezésbe, bankbetétekből értékpapír számlákra ment a pénz, és 10 pontot esett a német gazdasági hangulatindex. Ez a Privát Bankár híradója, 1 óra van. Köszöntöm Önöket, Balla Györgyi vagyok, és már is mondom a részleteket. Áprilisban a fogyasztói árak 1,1%-kal voltak alacsonyabbak, mint egy évvel korábban. A háztartási energia, ruházkodási cikkek, az üzemanyagok, a tartós fogyasztási cikkek és az élelmiszerek lettek olcsóbbak, míg a szeszes italok, a dohányáruk és a szolgáltatások drágultak. Az elemzők 2%-os inflációt vártak a márciusi 1% után. A magyar piacgazdaság történetében még sosem jelzett deflációt az árstatisztika, 1968-ban jegyeztek fel hasonlót. Az elemzők évvégére 2% körüli inflációra számítanak. A KSH adatára kismértékben gyengült a forint az euróhoz képest a bankközi devizapiacon. 1 euróért most 303 forintot kell adni, egy svájci frankért pedig 249-et. A lakossági állampapírállomány növekedéséről és az államadósságról tárgyalt Orbán Viktor és Matolcsy György ma reggel. A találkozó a kormányalakítást megelőző konzultációsorozat része. A tárgyaláson a jegybankelnök azt javasolta, hogy a kormány tűzze ki célul, az állam hitelezésében a lakossági megtakarításoknak legyen még nagyobb szerepük. A háztartások értékpapír számláin mindössze 173 milliárd forinttal volt kevesebb pénz március végén, mint a bankszámláikon, idézi a Világgazdaságot a távirati iroda. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint március végén 6575 milliárd forintnyi értékpapír volt a háztartásoknál, miközben 6748 milliárd forintot tartottak bankbetétben. 2013 elején még 3000 milliárd forint volt a különbség. A lakosság jó eséllyel az alacsony magyarországi betétkamatok miatt fordult inkább az értékpapírok felé. Több mint 170 ezer árfolyamgát szerződést kötöttek a deviza alapú jelzálog hiteles ügyfelek a bankokkal az utóbbi két évben. Csak márciusban 1683 volt ez a szám, ugyanannyi, mint februárban. Az árfolyamgát két év alatt 16,5 milliárd forintjába került a költségvetésnek, és ugyanennyibe a bankoknak. Közben az is kiderült, hogy kevesebb lett a deviza alapú hitelszerződés a február végi 482 ezerről, március végére 480 ezerre csökkent ez a szám. Csúnyán beszakadt a német gazdasági hangulatindex, a várt 41,5 pont, illetve az előző havi 43,2 pont után májusban 33,1 pontra esett az index. 2013. januárja óta nem mértek ilyen alacsony értéket. Az adat nem a jelenlegi helyzet értékelését, hanem a várakozásokat tükrözi. Délután egyébként az amerikai adatok közül a kiskereskedelmi forgalmi statisztikára lesz majd érdemes figyelni, természetesen az orosz-ukrán hírfolyam mellett. Az Európai Unión kívüli egykori szovjet köztársaságok mindegyikének adós minőségi kilátásait rontja az orosz-ukrán válság, de a konfliktus messze legnagyobb gazdasági vesztese Ukrajna lesz, legalábbis ezt jósolta a Moody's. A nemzetközi hitelminősítő 5-10% közötti GDP zuhanást vár 2014-re az ukrán gazdaságban, elsősorban az Oroszországgal kialakult politikai-gazdasági padhelyzet, az ukrajnát sújtó valuta és külső likviditási válság miatt. Közben a nyugati hatalmak sorozatban jelentik be, hogy nem ismerik el a vasárnapi donyecki és luhanszki népszavazási eredményeket, és igyekeznek fokozni a nyomást Moszkván, hogy engedje viszonylag nyugodt körülmények között megtartani a május 25-i ukrán államfőválasztást. A Financial Times európai kiadása pedig arról ír, hogy kizárhatják Oroszországot a nemzetközi bankközi utalások rendszeréből, ahogyan korábban Iránnal ezt már megtették. A cikk szerint az Egyesült Államok önmagában is komoly károkat okozhatna Oroszországnak, ha választásra kényszeríteni a pénzintézeteket, Oroszországban vagy Amerikában akarnak inkább üzletelni. Nehéz elképzelni, hogy bármely jelentős pénzintézet elvágná magát a dollárrendszertől, hogy moszkvai fiókját nyitva tarthassa. Olvasható tehát a Financial Times európai kiadásában. Ma még egyszer délután 4 órakor jövünk hírösszefoglalóval itt a Privát Bankár oldalán. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk. Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.